Dogline című sorozatunk következő részében ismét a Karmacsi Elizabeth menedék kutyusaié a főszerep. A telephelyen több tucat kutya tölti a mindennapjait, akik csak arra várnak, hogy valaki hazavigye őket. Segítsünk nekik gazdira lelni, hogy ők is boldogabb életet élhessenek. Janka, körülbelül egy hónapja van nálunk, őt egy gyepmesteri telepre mentettük, ahol altatás van. Most elég nagy bajban van minden állatmentő szervezet, úgyhogy kértek segítséget, úgy véletlenül volt egy helyünk, úgyhogy így el tudtuk venni. Már nem annyira fiatal kutyus, és ahogy elnéztem a könyvében, volt már neki két gazdája is. Egy kicsit nehezebb esett, úgyhogy olyan embernek ajánlom, aki ennek van egy kicsit több ideje ismerkedni, kijönni, vele megbarátkozni. Hogyha már valakit elfogadott, akkor igazából barátságos vele. Nem fiatal már, 2013-ban született, úgyhogy olyan aktivitása már nincs, sokat fekszik a házban. Állítólag egy másik kistestű kutyával volt együtt, ahonnan ő ide került, de én egyelőre úgy látom, hogy így kerítésen keresztül nem annyira barátságos a többi kutyussal. Úgyhogy ő ugye egy lánykutya, Janka, és valószínűleg fiúkutyákkal össze lehet szoktatni. Mia. Tulajdonképpen egy kertes házban élt, most már olyan 7 év körül van, tehát annyira nem fiatal, de soha nem volt így a kertes házon kívül, nem ismeri annyit, tehát nincs szocializálva, de ennek ellenére nem olyan rossz kutyus ő. Kicsit húz a pórázon, mert ugye nem tanult meg pórázon közlekedni, és volt neki egy daganata, ami meg lett operálva, úgy került be, hogy volt a hátán egy daganat, és azóta ivartalanítva is lett, úgyhogy Mia egy lánykutya egyébként. Lánykutyákkal úgy néz ki, hogy jól kijön, a kanokkal is össze lehetne szoktatni, mert ugye mindig együtt élt a saját lánykutyájával, vagy a lányával, és ezért én szerintem lánykutyákkal ezért jobban kijön. Vladimir, aki Budapestről mentettünk, egy néniéje volt, aki meghalt, és maradt pár kutya utána, és senki nem vállalt az örökösök, féltek tőle, mindenek, hogy egyáltalán nem vállalták őt. Amint látszik, ő nem egy kis kutya, egy német vizsga jellegű, de kicsit nagyobb, vagy akár ilyen schnauzer is lehet benne, mert elég nagy a német vizsga, egy picivel kisebb. Hát mindenképpen olyan embernek ajánlom, aki jó fizikummal rendelkezik, mert azért nem egy kis testű kutya. Sétálni tud pórázon, de azért oda kell figyelni, meg ugye hát kell erő, hogy meg tudja fogni ő az emberőt, és picit domináns, úgyhogy mindenképpen egy határozott vezetőre van szüksége. Más kutyákkal, szerintem a szukákkal jó lehet, kanokkal nem engedném össze. Meg vár rá egy ivartalanítás, és az ivartalanítás után lehet majd örökbe fogadni. Az Elizabeth menedék Legyél Fittebb néven életmódváltó programot indított. Keddenként a menhelyi kutyákkal közös sétára invitálják az érdeklődőket, akik amellett, hogy testmozgást csempésznek a mindennapjaikba, a menhelyi kutyák életét is szebbé varázsolják. Igazából az a legnagyobb oka ennek, hogy most nem tudjuk, hogy miért alakult ki ez a helyzet, de tudjuk, hogy más menhelyeknek is ez a problémája, hogy nagyon kevés az örökbefogadás, és ugye nem mozognak annyira a kutyák. Bizonyára nehéz helyzet kezd kialakulni, és lehet, hogy ez az egyik oka, és ezért gondoltam arra, hogy hát ha másképp nem, akkor legalább csináljunk egy úgymond, kössük össze egy ilyen életmódváltó programmal, hogyha valaki még sose volt menhelyen, vagy nem tudja pontosan elképzelni, hogy milyen egy menhelyi kutyával együtt élni, vagy nincs otthon kutyája, és szeretne azért így mozogni, most már ugye jobb idő van, és a kutyák is nagyon örülnek, meg ugye sokszor gyerekek jönnek, ők is tudnak így ismerkedni a kutyákkal, meg
megtapasztalhatják, hogy milyen kutyát sétáltatni, vagy milyen az, amikor több kutyával sétálnak együtt. Úgyhogy ez az egyik célja, hogy így is azért akkor legyen valami a menhelyi kutyákkal, ha most nem is tudják hazavinni, de legalább kicsit mozgatva vannak, és látszik, hogy boldogok a kutyák, meg utána jobban érzik magukat. De térjünk is vissza a sorozatunk eredeti céljához. Amennyiben Janka, Mia vagy Vladimir felkeltette érdeklődésüket, ne habozzanak, hiszen nekik ez egy új sors kezdete lehet.